No, üzenet érkezett. Zsófi és Tizián, a feladatotok a következő. Ki kell mozdulnotok a szabadba, és a messenger nélkül kell megismernetek egymást, tehát beszélgettek, stb. Stb. Az hogy? Hashtag fasz se érdekel, hashtag rohagy meg, hashtag kecske. Sok sikert! Hát én megmondom őszintén, nagyon izgultam. De jó textúrája. Egy bokorra mondta azt, hogy milyen jó a textúrája, meg ezt furcsáltam, mert élőben még sose hallottam ezt egy férfitől. És igazából még most se tudom, hogy reagáljak rá. Most LOL? Vagy XD? Egyszerűen nem tudom. Na jó, figyelj van, baby! Tekintve, hogy beléd több férfiasság szorult, mint belém, a következő lenne a kér... Ez mi a fasz volt? Azt hiszem, ez egy baromfi udvar. Ja, jó, van, szerencséje, bazzik, azt hiszem, valakit meg kell csicskítani. Na, a kérdésem a következő, hogy mi a faszom, egy kenguru, vagy mi? Mert nem tudom, vágod, érted? Hát nem tudom, szerintem ez egy unikorn is. De jó, a sérült tesó, hallod. Már furcsa, mert nincs ilyen izéja. Jó, olyan izéja nincs, de másik izéja van. Nem? Nem lehet nagyobb a farka, mint az enyém, de azért megnézem, nem? Hát nagyobb az, mi? Na mindegy, hagyjuk. Jó, baby, ezt a témát felejtsük el egy időre. Ó, de szép vagy, tesó! Vigyázz, mert lehet, hogy orszarvú. Az nem lenne... Mit az, mozog? Milyen szép a föld. Ja, szép. Tök durva, hogy ebből kinő a fű meg ilyenek. Látom, azért agyilag helyben vagy. Igen, köszi. Nekem nagyon imponál, ha valaki megdicséri az agyamat. Le is fényképezem. Mosolyogsz az agyam mellett? Végre valaki nem dugni akar, hanem az agyammal akar fényképet, és ez tök menci. Ő az első férfi, akivel tök egy hullám hosszon vagyunk, ért engem, és nem néz hülyének, mint mindenki más, megjegyzem, nem tudom miért, de ez most így tökre jó. Milyen durva, hogy ez H2O. Valóban durva, igen. Narancsos. Tetszett? Bazd meg. Sült kolbász. Mi van vele? Csak eszembe jutott, vagy ez probléma? Dehogy is, mondja csak. Na mindegy. Csak ezt akartam, hogy... Tudd. Itt meg inkább a löttyödet. Ezt? Nem fogom meginni. Elképesztő, milyen okos vagy. Tudom. Tudom ám, hogy miért nézel így rám. Nagyon jól tudtam, hogy miért néz így rám. Na miért? Mert tetszik a körmem, és tudni akarod, ki csinálta? Nem is azért, mert esetleg mondjuk meg akarlak dugni. Azt mondják, naív vagyok, pedig nem. Tényleg azért nézett, mert tetszett neki a műkörmöm, ez van. Ez a leány annyira hülye, mint a kurva életen. Ne tudjátok, hogy mit összeszenvedtem ott a végére. Úgy állt a tököm, bazd, mint a villanyoszlap, az meg pofázott, bazd, meg vigyorgott. Nem tudtam, hogy most megsorozzam, vagy megkérdezzem, hogy menjünk-e meghalni, de mindegy. Szóval a lila a kedvenc, nem? Tényleg! Most ebben mi volt a vicces? Semmi az égvilágon. Egyszer majd én is akarok egy ilyen kengurut, hogy ugrál a kertbe, meg de ilyenek. De ez a kenguru nem is ugrál, valami hibázik vele. Hát mert ez ilyen hibás, tudod, most már le is minősül kecskének, meg ilyenek. Tök jó, olyan okos vagy. Hát jó, ezt nem az én hordta össze, hanem a határtalános, érted? Az, hogy iskolázatlan vagy, egy kicsit idegesítő. Jó, már. Igaz, hogy a srác kb. Annyit ér agyilag, mint egy szelet kenyér, de legalább izmos és jól mutat Instán. Ha tetszett a videó, kérlek, helyezz oda egy lájkot. Ha meg szeretnél még hasonló cuccokat látni, iratkozz fel. Metal.